zenei programok, 8 vendégkórus érkezik a világ minden tájáról a 15. Cantemus Nemzetközi Kórus Fesztivál és karvezető mesterkurzusra. Kutyavásár, szeptember 1-ig küldhetik el ajánlatukat a NAV-nak a kutyatulajdonosok. Ismét az éremszerzés a cél, hétfőn Berettyóújfaluban kezdi a bajnokságot az A Stúdió Futszál Nyíregyháza. Nyolc vendégkórus érkezik a világ minden tájáról a 15. Cantemus Nemzetközi Kórus Fesztivál és karvezető mesterkurzusra. Utóbbit Szabó Dénes Kossuth Díjas karnagy tartja. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A fesztivál augusztus 15-én a Nyíregyházi Római Katolikus Templomban a nyitó hangversennyel kezdődik. A gála koncertet augusztus 20-án tartják a Continental Arénában. A helyszínek között szerepel Vállaj, Nagyecset, Tiszadada és Nyírbogát is. Sajtótájékoztatón köszönti a megjelenteket Szabó Dénes Kossuth Díjas karnagy, a nemzetművésze. A 30 éve életre hívott rendezvényt idén 15. alkalommal szervezik meg. A nemzetközi fesztiválra a teljesség igénye nélkül érkeznek kórusok Észtországból, Hollandiából, Olaszországból és a Távol-Keletről, Tajvánról is. Minden évben úgy kezdünk neki, hogy már mögöttünk van az előzőeknek a tapasztalata, mindig úgy érezzük, hogy valamit lehet jobban, egy kicsit másképp csinálni, és az idén sem lesz ez másként, hiszen a bevett hagyományos koncertjeink mellett egyéb programokat is kitaláltunk, amivel megújítjuk vagy megszínesítjük az eddigi fesztiválokhoz való viszonyításban ezt a mostani alkalmat. Most például a kórusoknak a barátságára szeretnénk a hangsúlyt fektetni, hogy a kórusok egymásra találjanak, hogy igazi nemzetközi és akár kontinenseken átívelő kapcsolatok alakuljanak ki. Úgyhogy szerveztünk ilyen úgynevezett pair-up, sing-up programokat, ami azt jelenti, hogy két kórus találkozik, ők együtt próbálnak és együtt tanulnak meg egy műsorszámot. Úgyhogy a mostani gála koncerten augusztus 20-án a Continental Arénában a kórusok saját műsorszámai mellett ilyen kis kórusbarátságokra is fény derül majd, hogy a hét során mire jutottak egymással ezek a vendégkórusok. Természetesen a szakmai találkozásokon túl az érdeklődő hallgatóság is színes kulturális programnak örvendhet, ha ellátogat a koncertekre, melyek idén is megcélozzák nem csak Nyíregyháza, hanem a vármegye számos olyan templomát, amely kiváló helyszínt biztosít a kórus énekléshez. Aztán vannak a vidéki helyszínek. Vállaj, Tiszadada, Nyírbogát és Nagyecsed mindenütt nagyon nagy szeretettel várnak bennünket oda. Általában 3 énekkart delegálunk ki a fesztiválról, akik közösen adnak egy hangversenyt. Tehát ott is alapvetően nemzetközi összehasonlítást tapasztalhat a közönség, hogy akkor melyik vidékről érkező énekarok hogy viszonyulnak a kórus énekléshez. És hát van a folklórest a Kossuth téren, ami évről évre mindig nagy siker szokott lenni. Ez ingyenes, és bárki, aki a Kossuth téren sétál 18-án szombaton este 8 órakor, akkor az részese lehet ennek a fantasztikus hangulatnak. Ott ugye minden kórus a saját nemzeti tradícióit mutatja meg. Úrik Attila, Nyíregyháza alpolgármestere mondandójában azt emelte ki, hogy a közös éneklés eltörli a nyelvi korlátokat és erősíti a nemzetközi kapcsolatokat. Mégis, hogyha egy konklúziót le kéne vonni, hogyha van egy erős zenei élet, és ha mondjuk az emberek elengedik magukat a tábortűznél, mondjuk, mint régen csinálták, és együtt énekelnek, akkor az összehozza a nemzeteket. Ilyenkor nincsenek nyelvi korlátok, nincsenek kulturális különbségek, ilyenkor van egy olyan fajta magasabb kulturális eszme, ösztön, amely az embereket egy közös baráti hangulatban szólítja meg, és azt hiszem, hogy ezért a legtöbbet, mert akkor az emberekben, hogyha valahol jól érzik magukat, szakmailag is kapnak valamit, kap a lelkük egy olyan pozitív élményt, amely meghatározó, főleg a gyerekeknek, a fiataloknak az életükben, akkor erre a felnőtt korukban is emlékezni fognak, és így emlékeznek majd Magyarországra, emlékeznek Nyíregyházára, emlékeznek a városra, és egy olyan pozitív szemlélet alakul ki, nem csak a városunkkal, hanem a magyarsággal szemben is, amely később is visszahozhatja őket, és legfőképpen a brandünket, a jó hírünket Európa több országában, vagy tényleg Európán kívül is erősíthetik.
A 15. Cantemus Nemzetközi Kórus Fesztivál és karvezetői mesterkurzus augusztus 15-től 21-ig tartó részletes programjáról az érdeklődők a műsorfüzetekből, illetve a cantemusfesztivál.org.hu oldalon tájékozódhatnak. Megjelent a magyar közlönyben az a rendelet, amely meghatározza, hogy konkrétan milyen tárgyakat nem szabad bevinni az iskolákba a szeptember 2-án kezdődő tanévtől. A jogszabály két kategóriát különít el egymástól, vannak a tiltott tárgyak, amiket egyáltalán nem szabad az iskolába vinni, és vannak a korlátozottan használható tárgyak, ilyenek az okos eszközök, amiket tanítás elején le kell adni. A tiltott tárgyak közé tartoznak a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök, mint például a rugóskés, az olmosbot vagy az elektromos sokkoló. Szintén tilos iskolába vinni minden olyan eszközt és terméket, amelynek birtoklását a szabálysértési törvény vagy a büntető törvénykönyv tiltja. Így például a kábítószerek, a lőfegyverek vagy a pirotechnikai eszközök, de 18 éven aluliak számára nem értékesíthető terméket, így cigarettát, dohányterméket és alkoholt sem vihetnek magukkal a diákok. Új fakultatív helyfoglalási rendszert vezet be a MÁV Volán csoport, melynek célja, hogy még kényelmesebbé tegyék az utazást. A helyjegyet először a Budapestről induló és odaérkező távolsági buszokon vezették be augusztus 5-én. Majd a következő hónapokban a vidéki városok közötti járatokon is megváltható lesz. A helyjegy egységára a távolságtól függetlenül 300 forint. Bizonyos járatokon eddig távolsági kiegészítő jegyet kellett vásárolni, melynek ára az utazás távolságától függött. Ez a helyjegyrendszer alakul most át ahhoz kapcsolódóan, hogy a Volánbuszt 2025 végéig teljesen összeolvasztják a MÁV Start ZRT-vel. Az ország és vármegye bérletek bevezetése óta a magyarországi helyközi autóbuszos és vonatos közlekedésben több lépést is tettek az egységesítés érdekében. A most augusztus 5-től érvényes autóbuszos közlekedésben életbe lépő változás szerint az autóbuszokra a távolságtól függetlenül 300 forintos egységes helyjegyet lehet váltani, hasonlóan ugyanúgy, mint a nem intercity minőségű kocsikból álló, de helyjegyköteles vonatokon már egy ideje. Ezzel a lépéssel egyrészt könnyebben áttekinthetőbbé válik az egységes tarifarendszer, másrészt lehetőség van arra, hogy fakultatívan az utasok a helyjegyüket a távolsági autóbuszokon előre megváltsák. Ezzel az utas biztosítani tudja, hogy mindenképpen legyen helye az autóbuszjáraton. A kapacitás fényében a helyjegyet előre nem váltók, csak a maradék ülőhelyeket tudják elfoglalni. Amennyiben nincs több szabad hely, a járat nem tud több utast elszállítani abban az esetben sem, ha érvényes menetjeggyel igen, helyjeggyel viszont nem rendelkezik. Az ország és vármegye bérlettel utazók, vagy pedig valamilyen jogon, például az idősebb utasok, hogyha jegyváltás nélkül utazhatnak, akkor ők is tudnak ilyen helyjegyet váltani. Ezeket a helyjegyeket egyébként meg lehet váltani talán legegyszerűbben a MÁV alkalmazásban, vagy pedig az Elvira oldalon. Ezen kívül természetesen a vasúti és autóbuszos pénztárakban és a MÁV Start automatáiban is. Érdemes azonban azt tudni, hogy az elektronikus csatornákon vásárolva ez a jegy még további 5%-kal olcsóbban érhető el, tehát mindössze 285 forintért lehet megvásárolni a MÁV alkalmazásban vagy az Elvira oldalán. Váci Viktor kiemelte, hogy a tapasztalatokat folyamatosan figyelik, és a különböző informatikai fejlesztések után a vidéki térségekben is elérhetővé válik az új rendszer. Hozzátette, a Volánbusz weboldalán a menetrendeknél érdemes figyelni, hogy melyik járatra érhető el a fakultatív helyjegyvásárlás. A nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés során 268 forgalmazót és 311 görögdinnyetételt ellenőriztek július 2. felében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal és a Vármegyei Kormány Hivatalok zöldség-gyümölcs minőség ellenőrei. A dinnyék minőségi szempontból jól szerepeltek a hatósági vizsgálatokon, azonban többször akadt jelölés hiba a forgalmazók részéről. A felügyelők összesen 16 esetben szabtak ki bírságot, több mint másfél millió forint értékben, valamint 5,5 tonna terméket vontak ki a forgalomból. A nyári szezonális ellenőrzés sorozat még nem ért véget. A görögdinnyék vizsgálata jelenleg is zajlik, amit a következő időszakban a grillsajtok és a növényvédőszerek ellenőrzése egészít még ki.
Ismét kereső munkára kiképezhető kutyákat vásárol a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A 10 hónapos és 3 éves kor közötti kifogástalan egészségügyi állapotú kutyák gazdái szeptember 1-jéig küldhetnek előzetes ajánlatot a kutyavásárra. Az eladásra szánt állatnak oltási könyvvel vagy útlevéllel, továbbá mikrochippel kell rendelkeznie, ivartól és fajtától függetlenül. Munkában a kereső kutya. Ez a kifogástalan állapotú 5 év körüli ebb éppen cigarettát keres és talál egy terményszállító kamionon. Ezeket a munkakutyákat meghirdetett kutyavásár útján szerzi be a hatóság. Nincs kifejezett fajta specifikáció, az a kutya kerül kiválasztásra, amelyik jól motiválható, szeret aportírozni, ösztönerős és kommunikál az idegenekkel. Elsősorban 10-től 36 hónap közötti életkorú kifogástalan egészségi állapottal rendelkező négy lábúakat várunk, olyanokat, akik rendelkeznek oltási bizonyítvánnyal, illetőleg útlevéllel, tehát vagy egyikkel, vagy másikkal, továbbá mikrochippel ellátottak. Nagyon fontos az is, hogy, és ez a jelentkezés feltétele, hogy a kutyatulajdonos rendelkezzen felír azonosítóval. Jelentkezni szeptember 1-jéig lehet e-mailben, és az e-mailben fel kell tüntetni a kutya hívó nevét, az ivarát, valamint a fajtáját, továbbá a vételárat. Abban az esetben, hogyha a hivatalnak valamely négylábú felkelti az érdeklődését, akkor konkrét ajánlattal fogják megkeresni az e-mail küldőjét. Az állatok egy igen sokrétű egészségügyi szűrésen mennek keresztül, majd azt követően a Bevég kutyakiképző központjába kerülnek egy 3 hetes próbaidőre. Ha az állat az idő letelte után is felderítésre alkalmasnak bizonyul, bekerül a rendszerbe és akár 8-10 évig is hű, ez esetben munkatársa lehet a határőrnek. A határforgalmon lévő munka azért nagymértékben meghatározza, tehát egyértelműen a határforgalom meghatározza azt, hogy milyen mértékben és mekkora mennyiségben veszik igénybe a kutyás ellenőrzést munkatársaink. Általában naponta 2-3 kutya ellenőriz, végez szolgálatot, de a határ olyan szakaszán, például Tiszabecsnél, Beregsuránynál, vagy itt Záhonyban például éjszakai szolgálatot is teljesítenek a négylábúak. Egy konkrét adat a 2023-as évre vonatkozóan több mint 10 000 alkalommal ellenőriztek munkatársaink négylábúak segítségével. 10 000 kutyás felderítésből közel 1500 eset az, amikor a kutya sikerrel jár, és így a csempészárú nem kerül be az ország területére. Jelenleg 11 szolgálati kutya dolgozik a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei adó- és vámigazgatóság kötelékében. A Nyíregyházi Ipari Park fejlesztése kapcsán a Nagykáló-Butyka összekötő út átépítésének részeként a tervek szerint augusztus 17-én szombaton előre láthatóan reggel 7 órától este 6 óráig a Nagykálói utat a keresztező mélyvezetésű műtárgy építése miatt teljesen lezárják. A Nagykálói út mindkét végéről a közlekedés biztosított lesz, de az áthaladás nem, így zsákutcaként üzemel ezen a napon. A szükségessé váló teljes útlezárás ideje alatt a Nagykálói úton teljes hosszában szünetelni fog a helyi közösségi közlekedés is, amely a H30-as és H31-es járatok közlekedését érinti. A műtárgyak megépítése, visszatöltése és a burkolat idéglenes helyreállítása a nap végével megtörténik, ezt követően a jelenleg idéglenes forgalmi rendnek megfelelő közlekedés lép újra életbe, tájékoztatott Nyíregyháza sajtószolgálata. A Nébik szakemberei kereskedelmi forgalomban kapható 13 különböző fajta spoton állatgyógyászati készítményt vizsgáltak a nyári szezonális ellenőrzés sorozat részeként. A laboratóriumi vizsgálat során nézték a termékek hatóanyag tartalmát, töltéstérfogatát és sűrűségét. Az értékelés kiterjedt a dobozon feltüntetett információra, továbbá a használati utasításra is. A spoton közkedvelt gyógyszerforma a macskatartó körében, amely az állat bőrére csepegtetve hatékonyan véd a bolhák ellen. Egyetlen adag alkalmazása 4 hétig képes megelőzni az újrafertőződést. Az állaton lévő bolhákat pedig 24 órán belül elpusztítja a szer. A nyári szezonális ellenőrzés kapcsán ezt a készítményt is vizsgálták a Nébi szakemberei. Ezek azért egy elég változatos csoportot alkotnak, tehát nagyon sokféle hatóanyag szerepel ezekben a készítményekben, és hát körülbelül egy olyan 40-45 készítményről beszélünk, illetve hogyha ehhez hozzáveszünk, hogy minden készítménynek különböző kiszerelései, úgynevezett hatáserősségei léteznek,
attól függően, hogy milyen mennyiségű hatóanyagot tartalmaznak, akkor már 80-85 készítményről is beszélünk. Mi most ezek közül választottunk ki véletlenszerűen 13-at, és ezek a készítményeket mintáztuk meg. Minden esetben a kereskedelemből vett mintákról van szó, tehát gyakorlatilag egy ilyen piacfelügyeleti ellenőrzést végeztünk. A vizsgálatot két részre bontották. A laboratóriumi ellenőrzés során a készítmények hatóanyagtartalmát, töltéstérfogatát és sűrűségét nézték. Itt semmilyen szabálytalanságot nem találtak. A vizsgálat másik részében a csomagolást és a használati utasítást elemezték. Ezeken szereplő információk is szigorúan meghatározottak, és amikor kiadjuk a forgalomba hozatali engedélyt, akkor meghatározzuk, hogy milyen információknak kell ezeken a dokumentumokon szerepelni. Most ezt hasonlítottuk össze a mintákon szereplő információkat és a forgalomba hozatali engedélyt, és itt tapasztaltunk bizonyos kisebb mértékű eltéréseket is, ahogy ezt jeleztük is egyébként a kommunikáció során, de ezek az eltérések nem voltak olyan mértékűek, hogy pénzbüntetést kellett volna kiszabjunk. Fölhívtuk a gyártók és a forgalmazók figyelmét arra, hogy ezt a hibát szüntessék meg, és természetesen után fogjuk követni ezeknek a készítményeknek a csomagolását, hogy megtörtént a hibáknak a kijavítása. Kulcsár Gábor kiemelte, nagyon fontos, hogy ne illegális forgalomból származó készítménnyel kezeljük a házi kedvenceket. Ezt legkönnyebben a NÉPIH által kiadott engedélyszámmal lehet leellenőrizni, amely a csomagoláson is szerepel. Illetve az általuk engedélyezett webshopokban található egy logó, amire ha rákattintunk, láthatjuk, hogy az adott oldal jogosult-e az állatgyógyászati termék távértékesítésére. Felcsúton a Puskás Akadémia ellen lép pályára az NB1 harmadik fordulójában a Nyíregyháza Spartakusz. A mérkőzés vasárnap 20 óra 15 perckor kezdődik. A forduló további párosítása a következő: Kecskemét DVSC, DVTK Ferencváros, Zalaegerszeg Paks, Eto FC Győr MTK Budapest és Újpest Fehérvár FC. Hétfőn Berettyóújfaluban kezdi a bajnokságot az A Stúdió futszál Nyíregyháza. Az előző idény bronzérmesétől 3 játékos távozott, helyükre 3 válogatott futszálos érkezett. A cél az, hogy az alapszakaszban minél több pontot gyűjtsön a csapat, a rájátszásban pedig ismét harcban legyen a dobogós helyek valamelyikéért. Az elmúlt években minden szezonban lépett egyet előre a nyíregyházi futszálcsapat, amely az NB1 harmadik helyén zárta a legutóbbi idényt. A 2024-25-ös szezon felvezető sajtótájékoztatón elhangzott, magasra tette a mércét a csapat, de igyekeznek tartani ezt a szintet, sőt, ha lehet, előre is lépnének. Egy nem várt bronzérem után állunk neki a következő szezonnak, hiszen én azt gondolom, hogy a legvérmesebb drukkerek sem gondolták, hogy már a második évünkben, amit az első osztályban töltünk, gyakorlatilag érmet tudunk szerezni. Ugye egy felsőházi rájátszás volt az első körben a cél, de aztán evés közben megjött az étvágy, és ez egy harmadik helyen párosult. Nagyon nehéz lesz ebből tovább lépni. Mind a szakmai vezetés, mind a játékosok célja az, hogy sikerüljön. Ezért is volt olyan igazolási politikája a csapatnak, hogy 3 válogatott, illetve egy honosított játékosra még úgy megerősíteni a keretet, hogy legalább ezt az eredményt el tudjuk érni, de hogyha úgy alakul a szezon, elkerülnek minket a sérülések, és tényleg jól tudunk szerepelni, akkor komolyabb célokért is küzdhetünk idén. A távozó Lakatos László, Kovács Ádám és Krajnyák Zsolt helyére 3 válogatott játékos érkezett. A magyar állampolgársággal is rendelkező brazil Rafael da Silva a Berettyóújfalu meghatározó játékosa volt, Friedrich Dávid Veszprémből, Harmati Tamás pedig Debrecenből tette át a székhelyét Nyíregyházára. Lovas Norbert vezetőedző szerint a játékos keret alkalmas a kitűzött célok elérésére. Remélem, hogy ennek a célnak, ennek a nyomásnak meg fog felelni mindenki, és beállnak a sorba a játékosok, és jönnek az eredmények, bár nagyon nehéz sorsolást kaptunk, hiszen 3 top csapattal játszunk, és ők az előző kiírásban is ott végeztek, a dobogó első 2 fokán, illetve negyedik lett a Berettyó, tehát ennél nehezebbet nem kaphattunk volna, nem kifogásokat keresek így az elején, csak tényleg nehéz, viszont mi is erősödtünk, és nem kíváncsian várom amúgy, hogy ezen a 3 meccsen, hogy mit fogunk nyújtani. Hosszú a szezon, meglátjuk, hogy alkalmazkodunk ezekhez a csapatokhoz, hiszen ők is erősödtek. A Veszprém is 6 vagy 8-at igazolt, a Berettyó is igazolt, 2 külföldi, tehát meg ott egy alap jó csapat van, a haladást pedig nem kell bemutatnom.
A Kecskemét pedig egy nagyon jó csapat. Nagyon bízom benne, hogy azért ott leszünk az elején, és a végelszámolásnál pedig hasonló szezon tudunk produkálni. Harmati Tamás azért váltott klubot, hogy a Nyíregyháza színeiben éremért harcoljon a bajnokságban és a kupában. Az egész csapat ugye elmondták itt a sajtótájékoztató folyamán, hogy próbál fejlődni, ez is nagyon szimpatikus volt. Az első benyomások nagyon, nagyon jók, tényleg a csapat olyan, ami ennek elmondták, reméljük, hogy ez majd a bajnokságban is ki fog tükröződni, és hát magamtól is azt szeretném visszavárni, amit az edző ugye elvárt, tőlem elmondták, hogy milyen típusú játékos vagyok, ezeket szeretném megerősíteni a csapatban. Az A-Studio Futsal Nyíregyháza hétfőn este 6:30-kor lép pályára Berettyóújfaluban. A nyitóforduló további párosítása a következő: Kecskemét Aranisese, Haladás VSE Nyírbátori SC, Magyar Futsal Akadémia Veszprém, Deac TFSE és Újpest Rubeola FC. Tatabányán lép pályára a kisvárdai futballcsapat az MB2 harmadik fordulójában. A mérkőzés vasárnap 19 órakor kezdődik a Grosics Gyula stadionban. A további párosítása következő: Csákvár Gyirmót, Mezőköves Szentlőrinc, Soroksár Békés Csaba, Ajka Szeged, Kozár Mislány Budapest Honvéd, Kazinc Barcika BVSC Zugló és Budafok Vasas. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. 15. alkalommal rendezik meg a Cantemus Nemzetközi Kórus Fesztivált és karvezető mesterkurzust. Az eseményre 8 vendégkórus érkezik a világ minden tájáról. A fesztivál augusztus 15-én a Nyíregyházi Római Katolikus Templomban a nyitó hangversennyel kezdődik, és augusztus 21-én a Kodály Iskola dísztermében a záró hangversennyel fejeződik be. A gála koncertet augusztus 20-án tartják a Continental Arénában. Kutyákat vásárol a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A kiválasztott EBEC 12-16 hetes bentlakásos képzést követően, sikeres vizsga után 8-10 évig teljesítenek szolgálatot a határon. A kutyák dohánytermékek, kábítószerek és bankjegyek felderítésére válnak alkalmassá a kiképzést követően. Ismét az éremért indul harcba az NB1-ben az A-Studio Futsal Nyíregyháza. Az előző idény bronzérmesétől 3 játékos távozott, helyükre 3 válogatott futsalos érkezett. Lovas Norbert csapata hétfőn Berettyóújfaluban kezdi el bajnoki szereplését. Augusztus 9-én pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton heti hírösszefoglalóval. Hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel várjuk majd Önöket. Megköszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét. Viszontlátásra! Szombaton gomoly felhős napos idő várható, csapadék nélkül. Napközben az északnyugati északi szél időszakosan megélénkülhet. Napközben 28-30 fokot mérhetünk. Vasárnap napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. Az északi északnyugati szél néhol megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30-32 fok körül alakul.